1259-ben Bár klán nembeli nánai ispán birtoka volt. 1277-ben jegyezték, tehát papír, vagy alapító okirat akkor készült róla. De közismert, és egyébként területek bizonyítják, hogy már a honfoglaló magyarok is éltek ezen a területen, amikor a pásztoroló legeltetéssel ugye bejöttek a Kárpát-medencébe, és a mostani templomnak a helyén, tehát ha azt nézzük, akkor Nagy Iván ugye egy viszonylag sík terület, de a templomunk, bár mi így szemmel nem látjuk, meg ugye az idő koptatta, de az volt a legmagasabb pontja a településnek, és ott volt honfoglaló magyarokra utaló nyomok, de ez hivatalosan sehol nincs leírva. Rengeteg a mi gyűjtésünk már, amiket mi kaptunk már. Tehát ez a Mária szobor például, ez volt a Nagy Iváni első templom, első Mária szobra. Ez volt az első feszület, ami az oltáron volt. Tehát ugye, hogy unok éltek, élnek, Karcag, Madaras azért a leginkább unos vidék, de ugye Nagy Ivánon is voltak. Ennek a kunkalapnak az a története, hogy ez a pipa, ez nem semmiért van, tehát ez nem azért van ide téve, hogy nem tudom hova rakni, hanem az a történet, hogy a Habsburg uralom idején, ugye Magyarország a Habsburg irodalomhoz tartozott. És akkor a császár hozott egy olyan rendeletet, hogy nem lehet közterületen dohányozni. És akkor a kunok azt mondták, hogy na, tehát nekem a Habsburg császár nem parancsol vagy nekünk, és tüntetőlegesen a kalapik karinájába tűzték be a pipát, hogy lássa a csendőr, hogy ő bármikor rándult, amikor ő akar. Neki a császár nem parancsol. Aztán a csizmóra, amiről megint nem tudom, hogy tudok, hogy miért van a csizma, csak így kíváncsiságból volt. Mert ugye annak is ott volt a helye, amiről már a felakasztott. Nem más volt, csak az erőnyel nekik. Nem lehetett a földön, nem lehetett szép volt várjuk sem. Na, akkor elmondom neked, ugye merev szárú a csizma, és ugye megrogyik. Na most ahhoz, hogy a bőr ne törjön ki, amikor nem a lábunk volt, akkor függesztve kellett tartani, mert másképp a rogyásba ugye megtörik a bőr. Ez volt az egyik, ami azért volt, hogy minél tovább tartson egy csizma, hiszen akkor még megvenni egy csizmát az egy nagyon nagy dolog volt egy ember életében, és öröklődött generációkon át. A másik nagy dolog volt, hogy a földesek voltak a házak tele egérrel, ne tudjon megrágni az egér, felakasztották a gerendára. Ez négy generációs. Négy generációs mellény, nem tudom, hogy jól beleférjen a mellény. Van még egy nagyon jó tárgyunk. Aztán, tehát itt vannak ilyen üveg használati tárgyak is, de ez a tárgy, ez egy nagyon ezt rátették, ennek az éves szirupnak az illatára a rovarok itt alól bemásztak, de mire ostoba lények, mindig feltalakadtak értünk, és kimerülést elpusztultak. Mindenkinek volt egy bögréje, és bögréje volt pohár, csak az úrja, tehát a nemesi családoknál volt, és minden bögre meg volt gravírozva, kicsi szegeccsel megütve. Egyrésztről, hogy mikor kapta a leányzó, mert ez egy Lidit nevű leányzó, tehát látszik csak. Mindenkinek egy bögréje volt a családban. Ebből itte a vizet, mert a tejet a szpuncsából itták. Azok oda át vannak a másikba. De hogy egy életen keresztül azt az egy bögrét használta. Tehát annyira kellett rá vigyáznia, mert hát nagy volt a szegénység, tehát nincs ezen. Tehát tényleg, tehát még a jó módúaknál is,
mindig minden, és mindig mindenben benne van a monogram, az utolsó csutkavágó, bárvágóba is. Ott van a nyelvőbe beleütve a monogram, hogy ne cserélje össze. Például van egy ilyen porcelán tudacsunk. Itt van a Nahidán kisbírójának a dobja, dobfelől nélkül. Mi gyerekkorunkban még újságot olvasunk, de abban jóval előbb meg a kisbírótól hallott meg mindig mindenki, és hogy mennyire látszik az, hogy hol ütötte legtöbben a... Van nekünk énekeskönyv. És akkor itt van egy ilyen rész, ugye a bibliák, az énekeskönyvek, azok mind ebbe benne van Mihály Jánosné, 1878 árukő. Itt nagyon szépen látszik, hogy tulajdonképpen a bibliákban, az énekeskönyvekben papír hiánya miatt, de abba írták le az észrevételeiket, a történeteket, tehát például a bibliában történtek bejegyzések, hogy ki mikor házasodott, mikor született, mikor kihalt meg, de ez például itt, hogyha elolvassátok, akkor ez látszik. Tehát ez egy előrejelzés, hogy rossz idők fognak következni, mert ha megnézitek ezt a hölgyet és ezt a széket, ugyanitt van ezen a képen, a szék pedig itt van nálunk. Ez 1810 környékén készülhetett, ez egy grafika, ez egy ceruza rajz, ez nem fotó. Az eredeti keretben, eredeti formában, tehát ez is itt van. Régi okmány okirat van. Ez például Juhász Imre és Trizna Lídia 60 éve kötött házasságának a megerősítése. A bögre az övé. A Trizna Lídia, az van ráírva. Na látod, már ezért érdemes volt eljönni. Tehát az van ráírva. Trizna. Trizna. Van ilyen könyvecskénk. És akkor a könyvecskék. Nem könyve volt, nem könyvnek nevezték, hanem könyvecske. Törlesztési könyvecskék. Értesítő könyvecske. Ez itt egy lapodalmas hívólista, ami oda van x-elve, akik visszajeleztek, hogy akik ott voltak. Tehát ez egy lapodalmas hívólista. Felírták, hogy a lapodalomra kiket akarnak.